A Szatmár-Beregi régió egyik leglátogatottabb üdülőterülete Tivadar. Itt található a felső szavidék egyik legnépszerűbb szabadstrandja, de a település a vizitúrák kedvelt megállóhelye is. A parthoz közel található ifjúsági tábor évtizedekkel ezelőtt az iskolás csoportok közkedvelt kirándulóhelye és többnapos szállóhelye volt. Most egy turisztikai projekt keretében megújult. A Tivadari úttörő tábor nagyon romos állapotban volt az elmúlt évtizedek alatt az árvizek elöntések miatt ezek a funérlemezes épületek tulajdonképpen szinte megsemmisültek és ennek az újjáépítése történt meg, illetve egy részének az újjáépítése az első ütemben, és emellett, hogy újjáépítettük, egy funkcióváltás is történt. Természetesen, ahogy alakul a turizmus, ahogy az igények fejlődnek, úgy nekünk is lépés kell tartani ezzel a változással. És ami jó hír, hogy ezt a beruházást nem önállóan, hanem a Szatmár Bereg integrált turisztikai fejlesztés program keretében végeztük el. 22 konzorciumi partner fogott össze annak érdekében, hogy egy olyan turisztikai csomagot tudjunk kínálni az ideérkezőknek, amely minden igényt kielégít és tudjuk biztosítani azt, hogy több napon keresztül érdekes attrakciókban vehessenek részt az ideérkező látogatók. A Szatmánberek turisztikai kínálatának integrált fejlesztése elnevezésű projektet a Fehérgyarmati Önkormányzat valósította meg. A támogatásból több funkciós közösségi teret, mobil színpadot és strandrobdobda pályát, madár szobát, belső sétányt és parkolót alakítottak ki. Emellett az aktív turizmust is támogatják. Tivadar községben több ö, kerékpár útvonal összeér, hiszen ö, ö, mégis egy ö, folyami átkelő helyről beszélünk, és így ö, természetesen helye van egy olyan kerékpáros központnak, amely tartalmazza a kerékpáros, kerékpár túl a kerékpáros javító műhelyt és egyéb más kényelmi funkciókat. Tehát azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a tábor megtelik élettel, és programot tud nyújtani az aktív turizmus iránt érdeklődők számára. Ezeket a turisztikai attrakciókat a családoknak, főképpen a kisgyermekes családoknak és az aktív turizmusban résztvevőknek ajánlják.